fáradt anyám, geci. Mi a fasz? Te hülye. Jó. Te hülye. Bazd meg. Még a nyelv is elharaptam, geci. Megszívat fejezd be, baszd meg. Ez a dupla kisülés. Amikor másodjára, amikor elmész, akkor mindig jobb, érted? Akkor ez mindig intenzívebb. Ez most ugyanezt történt. Fú, megszívott nagyon szépen, köszi, ilyen 800 sírt. Köszi, köszi. Köszi, még múltkor még bedobtad a subgifteket is, meg mindent. Nagyon szépen köszi, megszívott. Köszi, köszi. Lesérülök? Hát. Majdnem elbasztom Egeret a poklokba. Hol a játék? Na, kivenném a helyedbe. Hát, látod, ez, hát, ez, hát ennek pont az a lényege, hogy meg tudtok szivatni. Azért raktam ilyen drágára ezt a kurva csattanás, baszd meg, hogy senki ne nyomja be. De ennek ellenére nagyon szeretnék azt nyomkodni, és ez a legrosszabb, az a legrosszabb, keci. Jó, most megint gyomorgörcseim vannak. Köszönjük a klippet is, nyitva ki, jól, köszi. Na jó, találjuk meg azt a bábút már. Vagy lehet meg kéne látogatni a fiatal embert kint a budiba. Azért erre is azért elindult a kezem. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, azért megindultak itt a dolgok. Köszönöm szépen, megszivat, köszi. Köszi, csókollak tégedet. Imádom, amikor megijedsz, meghalok akkor. Sóri, Alex, akkor a házon meghaltott. Te egy igazi túlélő vagy. Egy föléledő. Egy returnál, egy visszatérő. Ha azok én először megijedek játékokban, főleg horrorszokban, hogy... azok annyi infarktot nem hord ki ember. Köszi, megszívat még 50-est is, köszi. Jó, nem tudok kimenni a budiba. Fixen. Be vagyunk zárva, hello, jó napot kívánok. Jó, budiba nem lehet menni. Én amondó vagyok, hogy lehet, hogy a rákcsálás kéne követni, mert lehet, hogy ez a fiatal ember beköltözött ide. Dik, ennek véres a keze. Hűha. Jó, most már úgy érzem, hogy közeledünk. Ez a bábú előbb nem volt itt ilyen bábú, itten nem volt itt bábú. Jó, itt fixen ebben a szekrényben van, én ezt nem merem kinyitni. Jó, essünk túl rajta most. Csirszi, vigyázz a telefonodra. Hogy nehogy még más is tönkre menjen a kamerán kívül, oké? Okay? Ott egy láb! Ott egy láb! Semmi baj. A dobozok mögött. Jó, húzzuk megnézni a VH-sra. Nem. Elnézést. Semmi baj. Jó, a pulzusomat picit lejjebb.
Jó, azt mondták, hogy zsazsi is. Fogalmam sincs, mit jelent ez. Ha valaki ért, japánok ére fordítson, jó? Zsazsi is. Azt suttogta a fülembe a kulabás, hogy zsazsi is. Zsazsi is. Zsazsi is. Ugye erre emlékszel, hogy hányra volt a bal alkalmaságként? Nem. Fú, azt már nagyon rég csináltattam. 12, 15 éve ezelőtt, szerintem. De nem volt olyan sok, szerintem. 2-3 óra. Abban nincsen sok minden, csak körbe kell rajzolni, meg kifesteni, úgyhogy nem volt olyan veszélyes. Ez a kezem, ez egész. Ez egy évig tartott, mire kész lett. Azért az más időintervallumok voltak. Majd egyszer sok pénzem lesz, és ha megszívhat még ennyiszerre meg ijeszt, akkor majd a bal kezemet is majd át lesz csináltatva itt ilyen nagyon szökszire, de az majd egyszer. Foglak, duglak? A szó szerinti fordítás? Neked nem viszek nyitmak. Azért ez a jobbos, az igen. Úgy indultam neki, hogy megcsináltatom mind a kettőt. Mert olyan tetoválóshoz jártam, akik többen volt, és ketten voltak ott. Egyik is saját maga tetovált. Na úgy mondta, hogy mind a kettőnek volt külön helye, és csinálták saját maguknak a bizniszt. És én jártam egyikhez, és amikor a másik pont nem csinált semmit, akkor átjött oda hozzánk, és így nézte a másik kezem, és már így elkezdte gondolatba, hogy na ezt most ide ilyet kéne csinálni, ezt így ezt kisatírozni, ezt ide meg oda. Közben ezt a kezemet csinálták, érted? Na mondom, jó, álljatok le és pénzt majd ki fog hozni neked. Üzenek tekintedik. Nagy drága pénzeket. Azt a kurva, hogy nyitottad ki ezt a izét? Hülye. Te butus. Szóval már megtervezték a másik kezem, ma ott hirtelen, érted? De pénzt azért nem hoztak hozzá. Meg azért ez egy hosszú procedúra. Úgyhogy tényleg, hogyha valaki egy egész kezes tetkót akar. Jó napot, elnézést. Meg ugye én nem tudtam azt csináltatni a kezemre, amit akartam. Mert nekem ilyen non-figuratív minták voltak a kezemben, mint ezen, a másikot. Úgyhogy rengeteg fekete. De forogjál légy szíves felé, most itt szeretnék elhaladni, jó? Te késztelent. Szóval úgy kellett megcsinálni, hogy jó legyen. Szóval ez egy kurva szar nehéz procedúra amúgy. Mert tényleg, mire begyógyul a egyik tetoválás, akkor mész vissza a következőre. Akkor megint tiszta sebes a kezed, megint kenyegeted, megint folyik, mint a kurva anyja, minden tinta. Aztán amire begyógyul, akkor aztán már mész a következőre, és így tovább egy éven keresztül, érted, amire kész lesz a kezed. És akkor volt benne tél, nyár, ősz, tavasz, minden szar, nyáron megpusztulsz. Tényleg a legjobb szerintem tetkóshoz menni. Mert úgy napsége. Mi a faszom volt az, faszom? Mi? Nem vettem észre, hogy mi volt az, basz meg, mi volt az? Mi volt az? A másikról is mindent el akarok tüntetni? Nem tudom, nem gondolkoztam. Őszintén szóval nem gondolkoztam rajta, mert nincs rá pénzem, hogy megcsináltassam, úgyhogy majd, hogyha lesz rá pénzem, akkor majd gondolkozok rajta. Megmondom, ez azon múlik, hogy milyen tetkóshoz mész, és mennyire tudja átcsinálni neked. Mert van, aki ránéz, és lehet azt felmondani, hogy annyi fekete minta van benne, hogy ezt nem lehet ebből csinálni semmit, csak körbe satírozgatni, meg mindent. De hogyha láttátok volna, hogy indult ez a kéz, ez volt a legelső, amit ide rajzoltak, ez a halálfej. Aztán a második, azt hiszem ez. Aztán a harmadik, ez. Szóval úgy néztem ki, mint egy hülye. Szóval itt is volt valami, és itt is volt valami, és közben a tetkók, amik voltak rajtam, azok még ott voltak, úgyhogy nem volt fedetlen. Úgyhogy ilyen össze-vissza nézett ki minden, úgyhogy ez nagyon sokáig tartott, mire így egy báta egész. Meg több 1000 euró valószínűleg. Aztán nem emlékszek már rá mennyi volt, de 1000-en fölül voltam. Jó, az a budi király volt, nem? Azért nem láttam a sötétbe. Mert annyira elbeszélgettem most itten. Mert nem láttam, hogy vasziszere volt. Az a fiatal ember, de gondolom... Ja, izét viccem a kazettát, elfelejtettem. De akkor már jelenben is itt van.
Akkor már jelenben is itt van ez a bumbus. Szóval jelenben is itt van ez a bumbus. Ez a köcsök, disznó. Ez a WC bajnok. Remélem az Ice, mert azért nem lesz vészesen drága. Nem hiszem. Nem, azok... Hát nem tudom, látok mennyi a tetoválás. De már szerintem már mindent még egy kicsit is alap ilyen 150-200 euró minimum szerintem. Arra már szerintem számítani kell. Dávid, az erős gondolat, a tetkó olyan, mint drog, egyet csinálsz és nem bírsz magad majd le vagy vele állni, én is így csak egyet akartam, azt már 5-nél járok, de még tervezek többet is. Hát igen, ez ilyen. Ez ilyen amúgy. Én is először csak aztán, először akadtam ide, aztán ide. Aztán lett egy ilyen gyűrű, érted? Csak úgy, hogy mérek. Aztán jött a Iceman, azt hiszem, aztán jött ez a kéz, aztán jött a nyakam. Azt, úgyhogy én is számoltam, de amikor ezt elkezdték csinálni újból a jobb kezem, akkor aztán már nem számoltam, mennyi van. Meg amúgy aztán össze akarom kötni egész mellkassá együtt, meg minden fasza lenne, csak ez, mondom, az kurva nagy izé procedúra ott ülni a tetkósnál. Főleg amikor ezt csináltak, srácok, ezt a részét. Ezt. Hát itten szerintem összefostam, húgyoztam magam, csak mondom. Van még, igen, a tökömön van egy nagy csömény. Hátrész? Hát az akkor néz ki jól a hátrész szerintem, hogyha van valakinek háta, érted? Hogyha az ki van tornázva, vagy minden. Ugye annyira nem tudom. Mennyire fájt? Há. Fogja egy tűt, na szurkáld bele a töködbe. Aha! Jó napot kívánok! Jól vártak, erre indom kell vele. Az nem veszélyes halkar. A legjobban talán ez fájtam ugye ez a része, mert itt kurva vékony a bőr. Meg ez. Jézusom! Légió! A léghajó. Procedúrára köszönöm szépen. Köszi a 2 millió forintat. Köszi. Köszi légió. Köszi. Ja igen. Szóval itt ennél a résznél majdnem elájultam. Úgyhogy a telefonban épp Harry Potter könyvet olvastam, képzeljétek el, elmeséljük meg ezt a sztorit. Addig Mari ott fekszik nyugodtan. Épp Harry Potter könyvet olvastam, érted a telefonomban. A kezem így ki volt rakva. A csávó izéte. Szurkált a kezem, és azt kezdtem észrevenni magamon, hogy kezdek rosszul lenni. Na mi a szar? Mi történik? Tudjátok, van az érzés, amikor így hirtelen elkezdesz szédülni, meg hány inger jön rád, meg elkezdi ezt izzadni, meg minden. Na az a érzés, hogy szám leesett a vérnyomásom, meg minden cukorhiány, meg minden tököm. És aztán így hozzáértem a tetkósom, mondom, légy szíves, ha ne csináljuk tovább, mert mindjárt elájulok. Ránézett, ja jó, azt mondja, gyere, ízé, szívunk el egy cigit, meg eszünk egy csokit. Aztán adott nekem csokit, bezabbantottam a csokit, szívtunk ezt izét. Szivart érted, és aztán már minden helyre jött, aztán mehetünk tovább. Azt mondta, hogy ilyen elő szokott fordulni, de mondom, ez kurvára fájt, ez is, ez a része. Itt azért sziszegtem, de itt is kurva vékony a bőr. Most ha megfogjátok itt a kezeteket, itt nincs bőr, bazd meg. Ez egy szomorú történet. Megszívat, nagyon szépen köszönjük is, hogy nem tudom, mi van veletek, mám, srácok. Nagyon szépen köszi mindenkinek itt a óriási támogatásokat, köszi. Csoki plusz cigi ultimate combo, így van, teljes mértékben. De először a csokit, hogy visszaállítsa a cukorszintre, aztán jött a füst. Van a finom részek, nekem a könyök hajlat, meg csukló volt olyan, hogy majd... Igen, vannak. Ott, ahol a legvékonyabb a bőr, ott meghalsz. Meghalsz. Kinek hány tetkója van? Beszéljünk addig arról, amíg én megnézem Marinak a testét. Csajok, fiúk.
Jó, ide csak betekinteni tudok, nem? Aha, nézi itt a nagy izét, hangyaporonót. Légvilag még nulla, hajnali kettőnek egy. Igen. Alexovicsnak négy, megszivattak négy. Úristen, ez a tetkós fiatal emberszek, nézd meg. Krista, micsoda Krista? Azt a kurva. Ez mi a faszom ez a cenzúra? Jézusom! Nekem egy. Aha. Jó, jöhettek a képek, oké? Okay? Nani. Na itt van megint valami. Szól a rádió. Szól a rádió. Jaj, ne Mari, ne! Csak ne a tévé vigyenek, én mi is szamarabb az meg, mert nagy fasz kapok. Igyekszél felzárkózni? Hát, igen. Jó, te verépsz, eszi már izét. A holló. A holló. Eszi ott Marit. Mi a faszom? Elnézés, semmi baj. Papa? Jó, akkor most azt lássuk, hogy most az van, hogy... elnézést. Elnézést, jó napot kívánok, hello, szia. Konkrétan meghalt a egész család, és már csak a papi él. Nekem elég a 2 méteres magasság, meg a 140 kiló, ha lenne tetkóm, hozzám sem mernének szólni. Az biztos. Hát jó, nem muszáj a tetkót a helyre rakni, hogy mindenki lássa, érted? Meg amúgy most már totál más, szerintem máshogy fogják fel emberek ezt a tetkós dologat, mert szerintem minden második emberem már van tetkó, és nem olyan, mint régen, tudod, hogy úristen, aki van valamilyen tetoválás, az börtönös, meg minden. Tudjátok, ez a régi fölfogás, hogy csak a börtönbe. Például olyan kiírások, hogy szeretlek Mari, meg ilyenek. Tudjátok, mindenhol. Ilyen áthúzva szívecskével. Ez egy butha szobor, szia. Elnézést. Hozzak egy hajtincset a nagyítóra, te hülye vagy? Faszok, ez minél rosszabbakat akar tőle. Jó, egy hajtincset kell hozni a nagyító. Én imádom a tetkókat, csak félek a tűtől, úgyhogy másokon nézegetem. De akkor nincs egy se, gondolom. De rendes fóbiád van a tűtől amúgy? Egy sima inekciótól is? Két évet dolgoztál börtönbe. Na bazd meg. Ismerjük egymást 26 hónapja, geci, de még erre nem tudtam. Hát igen. De azért az picit más amúgy. Meg már vannak olyan krémek. Nem tudom, hogy mennyire szeretnek a tetkósok úgy dolgozni, mert biztos, hogy máshogy üt ki a tetkó, vagy nem tudom, de már vannak olyan krémek, hogy bedörzsüli vele a testének azon pontját, ahol tetkózni fog, és konkrétan úgy megcsinálja. Tudjátok, ilyen érzéstelenítő krém, mint a dokik, amikor így elkezdenek bevarni, vagy fővágni, vagy akármit csinálok, és egyáltalán nem érzel semmit. Volt egy olyan rész, amikor nekem ezt a részt kétszerre csinálták, ugyan délelőtt is ott voltam, meg délután is, persze dupla pénzt fizettem ezért. Úgyhogy amikor visszamentem, akkor bekente nekem ezt a részt azzal a krémmel, és konkrétan úgy csináltam meg egészet aztán, hogy nem éreztem semmit. De előtte úgy befostam, hogy befostam, érted? Ja, hogy kimondottan a tűve. Aha. Nekem is tűfóbiám van, erre a kis tetoválásra is be kellett rángatni. Na és te akkor beszélj el a élményére, cica. Annyira kínzó volt? Nem lehetett kibírni? Amúgy még van egy olyan pont, amikor már szerintem már elkezded élvezni azokat a szúrásokat, nem? Vannak olyan részek, amikor fáj, de van akkor már így... Amikor már elzsibbad, és akkor már csak úgy el is felejted. Hát amikor satíroznak,
amikor festenek valamit, akkor nem is egy tűvel sem, nem is tudom mennyivel. 10, 20, 30 valamennyi tűvel, vagy nem tudom mennyi. Sokkal. És így húzogassák rá, így megy a tud. Micsoda? Jézusom! Hát itt durraknak máma itt a forintok. Srácok, nagyon szépen köszi. Alexnek is első csíde, hát itt szűzvesztések vannak, hát nézd meg. Hát Ferix-e. Itt Légyó is bedurrantotta, megszivat is csírez, csírex, meg minden. Azt a csírszűzek vannak itt, nézd meg. Nagyon szépen köszi neked is, Alex! A 100 egész csír. Te. Köszi mindenkinek, srácok. Jó, ez már megint itt azért duruzsol. Duruzsol. Amúgy nem fájt, max kellemetlen volt, de én nagyon kis. És észre sem vettem, hogy így leseket. Elnézést. Megszívott, nagyon szépen köszi. A 100 sír. Köszi. Hú. Igazából nem tűvet csinálják, mert nem lyukas a közepe, szóval ezek a hegyes fémrudak. Csak tűnnek, csúfolják, szóval a tűfóbia nem lehet kifogat. Á, ki tudja, nem tudom, nekem nincsen tűfóbia, úgyhogy nem tudom megmondani. Jó, ez egy csúnya baba. Papasz! Ne. Marika. Jézusom! Basz meg, a másodjára jön a sihuhu. Csirszi! Nagyon szépen köszi neked a első hónapos feliratkozást. Használd egészséggel a Dragon Ball gömbjeidet. A bencseket, meg minden, nézd meg, ráülök Mari fejére azért. Hopp, Mari, hopp. Hopp, csibirép, nézd meg, szakbud meg a luka. Hello, papesz, mi a helyzet? Jó, visszük a babát, halljak. Basz meg, te súnya vagy. Csíszi, nagyon szépen, köszi első órapot. Köszi. Jaj, ja, akkor. Azt mondja, szűnik. Nézd meg, hát én akkor ideütettem a kezemet csak. Teljes mértékben ideütettem a kezem. Majd elbeszélget veletek. Srácok, mi az Isten faszavad? Jól hallom? Magának zümmög a pénztárcája. Belenézhetek a bukszájába. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kisasszony! Jól hallom! Magának zümpög a méhe! Belenézhetek a kaptárába! Magáskát én felül szeretném vizsgálni és alulértékelni! Hát mi történik itt? Jó napot kívánok! Srácok, nagyon szépen köszi! Másodjára is a iPhone-ot, te eszméletlenek vagytok! Úristensz! Csírszi neked a feliratkozást, a tetkóim véget köszönöm. Majd elküldöm neked postát a kezem. Azért máshol is lehet használni, csak mondom, oké? Okay? A zongorás ujjaim vannak. What the fuck? What the fuck? Jézusom! Vártok, srácok, tudjam ma megköszönni, mert mi folyik itt? Mi folyik itt? Dávidszon, nagyon szépen köszi neked a 100 csírt! Akinek 81.344. What the fuck? What the fuck? Mi az Isten folyik itt? Hát itten fizetések voltak. Azt tudom, hol voltam. Jóska gyerek, neked a 50-est, Hajdali 2 50-est, megszívat a 100-at, Alex a 100-at,
és Alex megint a százat, és Jóska gyerek, és Hajnali kettő, és megszivat, és mindenkinek Ferikének a százas, mint úristen, hát én kimegyek most már, meg el is megyek lassan. Tényleg nagyon szépen köszi. Már nem tudom már hányadikat, baszki, már nem látom. Jó, a vonat az túl nagy. Alex 400 cheers, köszönöm szépen. Hú, Jóska gyerek, Hajnali kettő, mindenkinek, Dávid, megszivat. Ott is van, nézze, 1k badge van, Dick. Tegnap találkoztunk. Hát a fiatal ember. Szonda lehet feliratkozó. Micsoda? Nyitmak! Baszki, nem vettem észre. Adtál Szondalertnek feliratkozást? Hát én leszapom magam. Jó, hogy Hajnali kettő figyel. Úristen! Nagyon szépen köszi a szubot a Szondalertunknak. Aki nagyon nagy munkát végez itt. Ferikének is a százat, és megszivat neked is, köszi a százat. Remélem senkit nem hagytam ki. És azt nagyon szépen köszi, aranyosak vagytok tényleg. Köszi, köszi. Wow. Most egy izé volt. Micsoda! Úristen! Hát bearanyozódott a vonat! Micsoda? Hát ez megszivat, nem normális. Nem normális ez a fiú! Azt a kurva. Nézd meg, még bedobott egyet a subgiftet. Hú, nagyon szépen köszi Petrának, Archerinek, Gamer Bulldognak. Csocsoláti kettőnek, Alfinak. Megszívott, nagyon szépen köszi, nagyon király vagy. Köszi, köszi. Wow. Wow, wow, wow. Azok aranysz vonatok vannak, érted? Lassan kitakar a vonat, várj, kisebbre kell raknom, bassz meg. Hol van ez? Vagy ide rakom-e? Így elejét nézd meg. Nyit max a izé, masinista. Hú, tényleg nagyon szépen köszi, srácok. Arigátó mindenkinek, hogyha ma japán játékkal beszélgetünk, játszunk minden. Nagyon szépen köszi tényleg, királyok vagytok. Wow, köszi a 5-ös szubgiftet mindenkinek a nevibe is. Aki kapott. Tűri tűri tűri. Jó, ki kéne menni Kula bácsihoz. Most ez a feladatunk, mert nálunk van a babahaja. A babahaja. De nem tudom most itt a kiutat. Valamiért nem találom. Tudik, amilyen papagájok. Valamiért nem találom utat, nem tudom. Jó napot. Hello. Itt minden út le van zárva. Baba az... bassz meg, hello. Lehet, hogy oda be kéne rakni a oltárba azt a babát? Vagy mit kell csinálni vele? Vagy valami sorkáton keresztül kéne oda menni. De miért nem tudok kimenni? Ahol a papa van, az a közepe a háznak. Igen, arra már rájöttem. Igen, arra már én is. Ah, meg vagyunk. Very big, ott is van. Ott is van. Hozom a babát, fiam. Na most már egy igazán jó nagyot kullanthatnánk itt a fejre ennek amúgy. Szia. Nesze itt van-e. What the fuck?
Megszivat, ha nem bír a pénztárcájával, megszivat. Nem bír a pénztárcájával, nagyon szépen köszi a következő 100 sírst. Köszi, köszi. 1500 sírsz javad neki, nézd meg. Jó, egy baba. Baba. Aha, szia baba. Mint a centrifuga, érted? Mint a mosógép. Mint a mosógép konkrétan úgy pörgött itt a földön. Jó, ennek leesett a feje is most. Jó, most visszaértünk a jelenbe. És ugye itten többször láttuk a kullantós fiatalemberst megjelenni most már. Úgyhogy valószínűleg itt el fognak... Ó, volt a csúnya ez a fej. Mi volt az? Jó, én már képzelődök, semmi baj. Az itt. Mert megtudnám, hogyha lenne kazi. De amúgy ez, igen, nem próbáltam meg. Nem engedi. Nem engedi. Lehet kéne találni még egy kazit. Érdekes ez a horrors játék. Játszottunk már rosszabbal amúgy, mint ez eddig. Nem mondom, hogy ez, nem mondom ezt jónak. De legalább nincsen sok jumpscare, érted? Eddig. Szürreálisnak szürreális, hogy beszélgetünk a WC-be. Pottyantóssal, de... Azon kívül sok minden nem történt. Srácok, nagyon szépen köszi a hype vonatot! Köszi, köszi. Köszi mindenkinek. Aki megint jegyet vett, már másodjára máma. Köszi, köszi. Csókolok mindenkit most. Nekem Outlast volt az életem legtraumatikusabb élménye, sokáig nem is tudottam vele. Azt is kivittem. Nekem volt rosszabb. A Outlast ez egy elég hosszú horror játék, szóval annyira nem ijeszgethetnek téged folyamatosan. Na az... Micsoda? Ott is van egy horrors baba. Vagy horrors baba. Szóval próbálják ki egy pszichológiai horrort, ami konkrétan egy órás, vagy másfél, és arról szól, hogy konkrétan fölépíti a testedbe és a minden a mindenhol, a bimbiidbe, meg mindenhol érted, a félelmet, és konkrétan egy pisszentéssel összefosod magad. Na azok csúnya horrorok. De a sok jumpscare-t megszakod amúgy. Nekem is volt majd a horror játék, ahol aztán már csak így mentem, hogy igen, jumpscare. Egy jumpscare. Szia, bab... Kiíg a jumpscare eléd. Da-da-da-da-da, ne szaladgáljunk, légy szíves, mert mindjárt trafit főcsapom. 2 km/h lehet haladni, bazd meg. Elnézést. Ott is egy baba. Szia Jézus, mi a helyzet? Nem minden rendben van? Kifeszítések mennek? Vigyek egy kis bort? Kenyeret? Na ennek vajon leesik a feje? Már felizgultam, azt hittem valamit találtam, de nem. Jó, bemünk a másik szobába. Szóval, hogyha valaki tényleg jó horrort akar játszani, tudjátok, Emika vagy Amika, soha nem tudom melyik. Azt hiszem orosz fejlesztő. Emika vagy Amika, mindegy, valamelyik. Mindig elfelejtem rendesen a pontosat. Annak vannak nagyon jó horror játékai, nagyon szeretem őket. Tüsszenteni fogok, ne ijedjetek meg.
Köszi! Köszi, köszi! Köszi! Köszi, köszi! Vagy igaz, a Dead Space annyira menet rendszerűen tolja például, hogy egy idő után nem lehet meg, sőt várom, bár az... igen. Jó, meg ez egy hosszú játék, úgyhogy azért hozzászoksz az atmoszférához. Nekem is az szokott lenni a legfőbb probléma, hogy a hosszabb horror játékokban az, hogy elején nagyon félek, de amikor már többet játszok vele, azért már hozzászokok ahhoz az egészben, amiben benne vagyok. De ezek a másfél órás pszichológiai horrorok, azok teljesen meg tudnak baszni. Mert tényleg akkor van jumpscare, akkor nem számítasz már rá. És kurva jól meg vannak csinálva. Például a Father's Day, Summer of 58, Lock It Up. Na ezek a ezek. Ilyenek voltak-e? Igaz, hogy fostam, mint a galamb, érted, de nagyon jók voltak. A életem legjobb horror játékai. Elszállt a fej. Most vagy soha. Egy óra horror után három spongyabok kell, és akkor tudok aludni. Ki lakik oda lent, kit rejt a víz? Én annyira nem szeretem a spongyabobot amúgy. Én inkább nézek One Piece, vagy Dragon Ball-t, vagy Naruto-t. Az minden érzelmemet vissza tudja hozni. Fú, a Madison. Na is egy geci játék volt. Amúgy az is egy nagyon jó horror játék, a Madison. Na az is olyan volt, hogy konkrétan a végig így simán el lehetett lenni abban a játékban, csináltad a puzzlet, meg minden rájöttél erre-arra. Hát a végén, a utolsó egy óra az olyan intenzív volt, hogy konkrétan intenzívbe kellett elvinni engem a játék után. Meg a hülye Visage. Na ott nem tudtam megszokni a atmoszférát a Visage-be. Főleg a Samara, vagy hogy hívták, részinél. A Mari részinél, öreg asszony rész, az vicces is volt néha. Az fasza volt, de ott az a kis csaj, Lucy volt. Lucy volt, azt hiszem. Na hát az, fúj. Ugye Visage. Utálom azt a játékot. Lesz Madison PSVR 2-re első elősendele vasába. Nyomassad. Nyomassad, Dávid testvérsz. Madison-t PVR-ba. Mi a fa? Na de látod, ez van meg jól megcsinálva. Ez van meg jól megcsinálva, az megérted, amikor megijedt, és hirtelen elkapod a kamerát, és azt hiszed, hogy ott áll egy ember. Mert amúgy lehet, hogy ott állt egy csak most. Nem tudom. Hú. Te imádod? Akkor inkább South Parkot nézek, ha már ilyen mesékről beszélünk. Akkor inkább South Parkot néznék, mert azok ki tudok égni rendesen. Az a humor van a South Parkban, amit én szeretek. Az a igazi agyfasz, geci humor. Az a legnagyobb stíl. Elnézést! Jó, babákat keresünk most. Babákat. Valaki húzogat fent, halljátok a húzogatást? Oda is ki kéne vennünk valahogy. Hát de lehet, hogy élvezi a szinkronizálást. Az a pont hús fiatal ember. Az a pont hú! Nem jut eszembe a neve. Nem, engem most... Várjál! Nem, engem most nem húzogatnak sajnos. Most merev állapotokban van. Csőre Gábor, azaz. Csőre Gábor! Bezom. A fürdőszob... Bazd meg, ez az ajtónyitás, te! De most miért kell összes fejet leszedni? Oh, ott volt egy gomb.
Jó, forduljon meg, akinek két anyja van. Jó, ez a kettes szobá. Na! Úgy, bazd rá a ajtót, hülye vagy? Szóval a kettes szobának a kulcsa ez. De hol van olyan, hogy kettes? Hát én itt számozást nem láttam. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Elnézést! Ott a firhag mögött lévő fiatalember. Jó napot kívánok, kedves ismeretlen idegen. Én a japán újságtól vagyok, és videót jöttem készíteni. Elhagyatott házról. Ide küldött a főnök. Az mi a faszom? Itt van Pedro. Az egy kurva egy gombadik. De itt nem itt leselkedik Pedro. Hello? Eb... Jó, elbújt a... elbújt a függöny megégeti. Miért szemben nem bírom? Elbújt a függöny mögé, nézd meg! A kaki embert? A függ... Na, így is el lehet bújóskázni. Szavasz Pedrosz, mi a helyzet? Jó, a kaki ember az fixen figyel minket. Kaki ember, és most nem tudom, mi fog itt történni. De nem tudom, most milyen vidinyót készítünk erő esetre amúgy, mert amióta ide jöttünk. Na minden, most azért picit zikulok. Amúgy ment már 100 alá a pulzusom ebben a vidinyó játékban, pedig annyira nem is ijesztő, érted? Nem tudom, mi van velem. Lóg a velem. Van a bajok. De hova dugjon be a kettes kulcsoddik? Ideje. Tartott fixel az mondja. Basz! Semmi baj. Ez a gyomrom volt most. Nem ijedtünk meg, dehogy is. Ki gondolta volna, hogy itt ilyen fotocellás ajtók vannak, hogy megmozdulnak érkezés a jöttömre, érted? A jöttömre. Fú, már érzem, hogy a gyomrom már dolgozik. Mikor lesz vége a streamnek? Ezt tudjak időben leszállni a székemről. Ez a budi ajtót fogja nyitni, ez a kulcsa úgy? Budi ajtó! Vajon hazaért a kukukimen? Kakamen. De ez nem az a kulcsdik. Itt szorongatom a kezembe a kulcsot, az semmi. Jó napot, otthon vagyok? Levernek kulcsa. Jó, nem nézünk be a lyukba. Azért akkora menők nem vagyunk. Hova a faszomba dugjon be ezt a kulcsot? Mi az a kettes? Most bezzeg nem irányít a játék, hogy erre mennyi, arra mennyi. Krista nem beszél hülyeséget, azt kell, hogy mondjam. Nagyon nagy igazad lehet most. Fönt a emeletem, mi? Az igaz. Na baszki. Én most totál, a sok minden, itt annyi minden történt. És az a baj, hogy érzem a gyomrom, hogy nagyon elkezdett fájni, úgyhogy problémás esetek lesznek most, hogyha minél hamarabb nem lesz vége ennek a játéknak.
Na, erre még be se tudok menni, faszom. Úgyhogy fölmegyünk emeletre és megnézzük, hogy ott az a lakat az mit zár. Remélem, még a fele hátra van? Hát? Ajánlom neked a YouTube-ot, Csirszi. Igaz, hogy nem tudunk ilyen szexuálisan beszélgetni egymásuk közben, mert akkor ugye hiába írsz nekem, vagy mondasz hozzá valamit, nem fogok visszaválaszolni. De rengeteg videó van fönt, horrorsz, úgyhogy ha végig véletlenül nem is leszek, akkor tudsz visszanézni remek pillanatokat, meg minden ilyesmit érted. De baszok, előbb innen jöttem ki. Hello? Vagy nem? Hát tudjátok, hogy melyik ajtó itt? Nem onnan jöttünk ki? De most komolyan. Hello! Aha! Hogy itt figyel Pedro. Pedro a la Vega. De la Vega. Jó, adjatok egy ajtót nekem, ahol bemehetek, légy szíves, mert most már egyre még soha nem akartam bevenni. Ajtón. Teszem hozzá persze. Pára 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 pá pá pá. Kell még egy ajtó, amin én bemegyek. Kell még egy ajtó, ami nyitódik már ki. De mi a fasz? Hát itt... De mi történik most? Hello? Azt te mondtad, hogy ez már akkor összefosom, húgyozom magam. Nem tudok bemenni. Ki se tudok, sehol nem tudok menni. Még elmenni se. Érted? Ki be el, sehogy se. Pedig elmenni is választanám. Szívem szerint. Mi a csöcs? Mi a csöcsönsz ki van itt? Kizártak engem. Én ennek örülnék amúgy, mert már innen már rég elhúztam volna a faszomba, hogyha itt a fiatal emberre helyével lettem volna. Lehet, hogy beleké... Jó, lehet, hogy ezt már láttuk itt a animéket, érted? Tik a fiatal ember, jó napot kívánok. A Brandon Betty. És itt van Krisu. Space. Ha a faszomra kell enni, bászlak. Budiba. Hello. De minden jöttem ki? Amúgy. Én fixen abban vagyok, hogy innen jöttem ki. Jó, itt fogok menni a fal mellett és végignyomkodok mindent. Tuti, ezzel a hülye kulcssal kell valamit csinálni, csak nem tudom megcsinálni, mert izé... Itt ajtó is be van zárva, érted? Hova dugjon be ezt a kulcsot? Nincs lyuk. Ha nincs lyuk, nem tudom bedugni. Segítség! Valaki engedjen be a barolt házba, vagy valahova. Hát ilyen a mesékben nincs.
Na jó, ezt már nem bírom tényleg. Valaki ötlet? Valami? Nem a kapu a szemben lévő értéke. A kapu a szemben lévő. Milyen kapu a szemben lévő? Baszd meg a kurva faszát! Elnézést! Elnézést, pont dugdostam a kulcsot befelé. Elnézést kívánok. Elnézést, ez... Hú... Zoltánó! Nagyon szépen köszi a 300 sírtekedés! Nem bírtok itt már magatokkal. És a 21. hónapot, odafigyelj! 21 hónap, azért van az se kutya. Megijedtél, Alexovics? Hát... Aj, baszki, pont olvastam valamit, és... Bele... Üvölt a fülembe. Aha. Én mást olvastam, hogy... De semmi baj. Zoltán, nagyon szépen köszi. 300-at is, a szubot is. Jó, hova dugjam ezt a kulcsot? Mondjál valaki, mesélj el nekem, mert vász, már nem bírom idegileg. Fú. Pedro. Esküszöm, hogy itt egy ajtó sem nyitódik. Ma végignyomkodtam mindent. Gumikacsát mellé. Na, most hova? Itt van Pedros. Nem ezen a ajtó jöttünk ki amúgy? Nem itten? Mert a WC-vel szembe érkeztünk meg, nem? Én totál abban vagyok, hogy itt érkeztünk ki. Én lépek forwardezni. Jó játékot is kapsz írólamat. Köszi cica, nektek meg jó múmiázás, ásatásásokat a piramisok mélyét. Nyomassátok. Halló? Elnézést? Szeretnék útbaigazítást kérni. Ó, van otthon valaki? Azt mondják, nincsenek otthon. Kettes kulcs van a kezembe, de hogy hova az anyámba rakjam be, hát én ezt nem tudom. Sehol nincs egy kettes írva, meg ajt, meg az a baj, hogy ajtót sem veszem észre, hogy az ajtó. Érted? Egyben van a háza. Jó, ez nem igaz, hogy én, itt csak én tudok elveszni kint az éve, a udvaron, érted? Senki más. Zoltánó és meg a subgiftet ér! Mateusznak a 13 subgift a csatornál. Hát ez egy full kombó. 300 csír. Sub, meg subgift. Nagyon szépen köszi neked. Na jó, valaki mondja meg, hogy itt most mi van. Légy szíves, merre. Jó, ez az ajtó nyílik. Nem nyílik, mert ide van rakva valami fos. Szevasz, Mateusz, szia, hello! Cső. A kukorica cső. Nem nyílik, nézd meg, nem nyílik, hiába vagyomkodom. Előveszi a kulcsot. Ránézek erre szarra, de nem nyílik. Ez szerintem bevagót. Én kizártam, lehet, hogy ki se kellett volna jönnöm. Vagy két, de nem. Van a kezünkbe egy kulcs. Úgyhogy fixen valamit azzal a kulcssal kéne kezdeni. Érted? Nem értem, van a kezünkbe kulcs. De mi az Isten nyissak ki vele, amikor nem lehet kinyitni semmit se vele?
mondani. Ezek a részek ölnek meg amúgy a játékokban mindig. Amikor keresgélek, meg nem haladunk. Igen, előbb az emeletre kellett volna menni, és csak utána kijönni. És most bezárt a játék engem, vagy rip? Na akkor miért engedett ki? Miért van az, hogy összes japán játékot széttöröm az anyjába? De komolyan. Egyszer játszottunk egy japán játékkal, azt is szétbagoltattam ugyanígy. Hát de nem hiszem el, hogy érted, hogy ilyenre nincsen megoldás. Ja, hogy még ennyi videónk van? Meg. Igen, egy órás amúgy. Egy órás a játék teljes mértékben. Jó, másfél amúgy. Másfél, úgyhogy nekem 2,5-3. Hát elláthatásátok... Ne szaladgáljál ott a taribant! Szóval ilyen hülyeségekkel kúrom el időt a játékba, hogy mindig olyat csinálok, amit nem kéne, és ezért meghal a játék teljes mértékben. Hol volt az a kulcs? De akkor miért engedett ki ez a csöves? Miért engedett ki, amikor nem is kell lehetett... Na mindegy. Mindegy. Hülye köcsök. Jó, most nem megfelelő emeletre, mert nincs nálam a kulcs. Igen, a fürdőben volt, azt tudom, csak a másik fürdőben. Ami a főbejáratnál van, nem? Az meg... De ott hogy megyek be? Hú, az a ház, te. Tiri 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 pa. Tiri pa. Ma mindjárt fejújunk a padlásra, jó napot kivárok. De azért ez nagy köcsökség, hogy nem enged be a játék. Nagyon nagy köcsök. Szerintem 20 percet elkúnyologtam kint. Megint. A életünkből. Itt voltak a verebek. Nani. Jó, most meg a fürdőszobát nem fogom megtalálni, semmi baj. Itt a zongorára ráesik a cucc, ne jegyetek meg most, oké? Okay? Oda nézzük, hogy lesz ott valaki? Jó, nem volt ott valaki, csak én akkor megijedtem. Haha. Haha. Hogy lássátok, főkészítő streamer vagyok itt most. A 3/4-nél járok, azt nagyon fasza. Nagyon megyünk akkor. Itt például nagyon védi a kijáratot. Itt fog... Jó, hogy ő már itt van! Ő itt bújik át folyamatosan! Csak amíg nem veszem fel a kulcsot, addig nem agrózódik be. Úristen! Jó, ezt most megnézzük.
Hello! Jó napot kívánok, Kula bárs, mi a helyzet? Látlak ám, te disztó. Látlak ám. Hiába bújszol a függőd mögött. Kis köcsök. Vajon hányszor mehettem én ez mellettel amúgy? Baszki, nem tudom megnézni, hogy néz ki. Beszarok, hogy elbújt. Nagyon komoly vagyomja. Fú. De hol van az a rohadt fürdőszoba, Dick? Dickson. Pá-rá-pá-rá-pá-rá-pá. Badláson volt baba amúgy? Hogy az a pusztulat, mocskos? Jó, ettől most másodjára is megijedtem. Most fog elfutni ez a csöves mondaná szerintem. De hogyan tudok átmenni arra a részre? Aki készülök idegileg amúgy ettől a játéktól. Puh, az meg. De valahol ott Kulabával szemben lesz amúgy. Csak most nem megyek le arra, mert... ez azért, hogy beszarok. Nyílj már ki rendesen! Hello? Meg muszáj lesz arra elmenni. Ja, szerintem is. Sajni majni. Hello! Jó napot kívánok, nem látlak ám. Egyáltalán nem tudtam, hogy itt vagy. Pedro, Pedro. Én örülök önnem. Ne Kulabá ugráljon rám, oké? Jó napot kívánok. Fejetlen megmozdulások. Na. Ki van itt még, meg nem. Jó, és nem tudom, lehet... A játék az úgy vezet oda a fürdőszobához, hogy utoljára ér oda szerintem. Mint hogyha... megváltoznának a... Szerintem megváltozik a szoba. A lakás, geci. Ez nem így volt. Jó, most főjünk a padlásra, jó napot kívánok. Itt tartottunk, amíg Zoli nem tévesztett célt. Jó napot! Hello! Azt a flash-t láttátok, hogy elsuhant? Padlásra fel! Jó, hol a padlás? Jézus mögött? Az nem Jézus, nem ez a konyha. Ez a konyha, ez a fürdőszoba. Azok az elején vagy... Én már nem tudom. Megvan.
Megvan! Jó, okosan. Okosan, óvatosan. Okosan. Csak óvatosba. Jó, ne alertozzál, Dávid, mert ez így. Érted, bajok lesznek. Na jó! Annak a ribasznak világított a szeme. Összesnek ott a kazettát. Hú, azok. Ne verd azt a kaz, mit csinálsz azzal a kazivadik? Mi a faszom? Ez mi volt ez? Elnézést engedjenek kifelé. Haló? Segítség! Segítség! Bajba vagyok. Ezt valaki ott beverte. Vagy kiverte. Aha, jó napot. Hú, geci. Elnézést, nem tudnak kinyitni egy ajtót itt nekem most. Ez egy baba. Nincs több hozzá fűzni való. Kezd beindulni itt is a vége, úgy érzem. Micsoda, most fogjuk kapni itt a igazi ráadás szerintem. Ajaj. Ez nem tesz jót a szíveskémnek nekem. Jó, most menjünk beszélgetni Kula bácsival, hogy mi a helyzet. Valamiért itt nagyon fél tőlünk és futkározik jobbra-balra és nem akar velünk kommunikálni, de múltban ott valakivel ott nagyon beszélgetett. Milyen jó, hogy van pince, nem? Milyen jó, hogy most meg fogjuk tudni, hogy hol van a pince. A pince. A pinc. Jó, negyedik fölvonás, vagy ötödik? Nem tudom, hányadik. Beszél hozzánk Kula bácsi. Elszállt az életem a nagyapából. Igen? Tíz közben írta alá. Pont jók. Azt akarja mondani, hogy éppen rárántott egyet? Minek neked a körmet a pervers disztó? Köcsöksz. Fúj. És mi az anyából vágjam le a nagyobb a körmét, he? Vágjam le neki, vagy mi az Isten? Faszom. Jó, és szerintetek mesztelen lesz a nagyapa? A nagypapa? Fogjuk látni a gugiát neki. Biztos nem. Japánszak azok, nem olyanok. Kit akarják? De az a baj, most nem tudom, hol volt a lejárat amúgy. De nem volt idő megjegyezni.
Jó, szerintem... Szabad Jézus, hello. Szerintetek melyik fürdőszobáról van szó itt? Erről a fürdőszobáról? Itt van? A konyha mellett? Hú, bazd meg ez a játék, te! Szia, nagypapi! Jövök már! Mindjárt rendben! Mi az, tamponsz? Jó napot kívánok. Aha, ott vannak a nagy körömcsipeszek. Picit fekete a vizet, fiam. Aha, addig azért a flyer szövegek rajta vannak fürdés közben, érted? Nem viccelt. Nem viccelt itt a fiú. Ez a segmosó labor. Segmosó labor, kullantás után beleülsz, és kimosod a lukadot. Érted? Így oldották meg a japánok. Jó napot kívánok. Fúj, basz meg! Nem ég egy! Fú, azt leszette egész körbit neki! Jó, azt nagyon undorítom. Basz meg, nagy idézések lesznek, ha most látom. Igen, igen, ott az... Lekapta. Én egyszer elfakasztottam a ujjamot. Ezt. Nagy tornázásokban voltam és elfakadt a ujjam. A fitnessbe. És varázs után meg minden, akkor ott lepotyogott a körmöm nekem. Na jó, szóljatok, ha leszettem mind. Megvan. Megvan, Csirszi. Akkor te... Oda néz, ott van összes a kezemben, nézd meg, milyen szép. Milyen szép körmei voltak nagypapinak, nem? Akkor te ne nézzél fűrés soha. Ott azért vannak ennél gusztusosabb dolgok is. A fűlészbe. Én is nagyon sokáig nem néztem meg a fűrészt. És szerintem fél éve ezelőtt nekiálltam és végignéztem összeset. Úgy gondoltam, akkor még 32 évesen, hogy most már eléggé megérettem arra, hogy ilyen horrorfilmeket meg merjek nézni, és igazam volt, úgyhogy most már nem voltam veszélyes ennyi idősen. Láttad mindet? Na hisz akkor. A újat is? Azt én még nem láttam, de ezt most... Vámon, nagyon főtüzeltem magam arra. De ott is olyan keveredések vannak a fűrészben, hogy ma azt tudom, ki kis oda, hogy ki él, meg ki nem, meg ki a izének a társa, a fűrész csávónak. A faszom ki van abban a filmben, úgy. Mi a faszom? Ez mi a szar? Jó, hát hagyjád itt. Meg az emberi százlábút is, mert hülye vagyok. Én azt nem. Ez mi az Isten volt ez a kitakarás a semmibe? He? Mi történik itt, kérem szépen, hölgyeim és uraim? Nagyon ideges volt a játék, szóval, hogy arra ne menjél, bazd meg. Hülye vagy? Én most ilyen slasher horror filmeket néztem végig talán fél éve ezelőtt. Nagyon rájuk kattantam. És végignéztem minden szart, amit lehet, a texasi láncfűrésztől kezdve mindent is, ami a péntek 13, mindent is, ami ez beletartozik ebbe a kategóriába, a legjobban, ami tetszett nekem, és már többször is megnéztem, és még a Lego Stream alatt is néztük, mi volt ez? A sikoly. Összes sikoly, nekem kurvára bejön a sikoly, kurva jó film amúgy. Én szétrevegtem magam rajta. Az, amikor a sikoly elkezd szaladni valaki után, ez kurva vicces. Na! Azért na! Ez mi? Rendesen megkúr engem ez a fekete szar. Érted? Nézd meg!
Jó, nyugi. Nem megyek arra akkor. Akkor választunk itt más útirányt. Hát nyugodj le. Jó, vagy mindjárt megkerüllek tégedet. Te hogy? Mi tippelgettünk mindig, hugommal ki fog először. Igen, amúgy az a legjobb. Az a legjobb ezekből a filmekből, hogy konkrétan ugye megtippeled azt, hogy ki a sikoly. Kurva jó. Én nekem legalábbis azok tetszettek a legjobban. Így összes közül, amit láttam. De hagyjál már békén, hát fekete szar. Hát így. Jó, és mi történik, hogyha belemegyek? 9 hónap múlva megszületik valami? Egy kis fekete szar. igen? Pedig arra kell menni. Na bazd meg. Jó, akkor átmegyek én rajta. Pedro. Szia. Hello, jó napot. Elnézést. Jézus, védjél meg, Jézus. Jó, hagyhoztam a körböt. Jó itt vágyat kivárok, kedves lyuk. Tessék, fiam, egyé. Etessük a lyukba lévő démont. Valószínűleg ez egy démon, mert miért kell neki hajszál, miért kell neki köröm? Mi kellett még neki? Halfej. Ez valami rituálira készül itt a fiatal embersz. Rituálira? És lehet, hogy emberi testet... Ó! Mert ugye a múltba, amikor ő kéri tőlünk a cuccokat, akkor mi nem lássuk a testét. De a jelenbe ott már sokkal többször megjelent. Így össze-vissza. Úgyhogy lehet, hogy saját testet csinál magának? Fürdőszoba. Halfejű manikűrös feltámad a végén. Na most, ha mindjárt leváljuk az ezért lábkörmét, akkor aztán ezért is lesz pedikűra. Pedikúra. Kűra? Ezt jól megmondtad, Zoli. Pedikűra! Vagy kúra? A kúrás az jobb. Mármint a kúra, mint a kűra. Én, de gyertetek. Jó, akkor itt a fürdőszobában lesz itt valami akció. Akció! Abditóre. Fú, az meg azt hiszem, hogy létezni is kéne. Hello! Ez befingott a végre. Lesúszott a kakaj. Kakajó. Az egy kazimazi. Az egy kazimazi. Jó, szerintetek ilyen egyszerű volt egy VHS kazettát összeszedni itt, amikor itt a Hello. Szia, az én vagyok. Én nem tudom elképzelni, hogy ez ilyen egyszerű volt, hogy most felvettük a kazit és most bedugom is. Annyi. Ez valami nagyon meg... Hát persze. Hát persze, hogy nem tudunk kimenni. Jó. Fú, baszki! Ahogy Justin mondta a Stranger Things-be, erre azt kell mondani, hogy úristen!